Kis Miklós államtitkár tájékoztatója a gazdákat érintő támogatásokról. A Mosonmagyaróváron megrendezett megyei agrárfórumon tájékozódhattak a gazdák a legfrissebb pályázati lehetőségekről. A 2016-os évben már nagyon sok pályázati felhívást megjelentetett a miniszterelnökség, szinte az összeset a vidékfejlesztési program keretein belül, de az idei évben még a következő napokban, hetekben várható, hogy március 31-ig azok a még meg nem hirdetett pályázatok is napvilágra kerülnek, amelyek mintegy 80 milliárd forintban tudják még segíteni a vidéken élő gazdák és a vidéken élőknek a pályázatait. Összesen ez 13 felhívást jelent, csak néhányat emelnék ki közülük. A termelői csoportoknak a működtetéséhez szükséges 11 milliárd forintos keretű pályázati felhívást emelném ki. Ezen túlmenően a szaktanácsadási rendszernek a lehetőségét is most már meghirdettük, és 2017. júliusától a szaktanácsadók is fognak tudni pályázni majd több mint 10 milliárd forintos kerettel a pályázatra, illetve egy fontos új elem, az agrárinnováció is meg fog jelenni egy kb. 25 milliárd forintos pályázati kerettel. Ez is még március 31-ig tanulmányozható lesz. Elsősorban az agrárvállalkozások és az innováció kutatás fejlesztés elősegítésére, részben egy csoport működtetésére, részben pedig az innovációs ötletek, beruházások megvalósítására. Ezen túlmenően még jó néhány kisebb jellegű pályázati felhívás fog megjelenni, de 2017-ben már elsősorban arra fogunk koncentrálni, hogy még a tavalyi évben meghirdetett élelmiszeripari, kertészeti, állattenyésztési pályázatok legyenek elbírálva, legyenek meg a döntések. Jó eséllyel ez már a tavasz és a nyár folyamán majdnem minden esetben meg is fog születni. Ütemezetten annak megfelelően, hogy hogyan lettek benyújtva a pályázatok, tehát az élelmiszeripari pályázattal kezdünk, utána az önkormányzatok számára korábban biztosított településképeknek a pályázatait bíráljuk el, és utána pedig a kertészeti és az állattenyésztési ágazatok lehetőségét fogjuk majd értékelni. Nagyon bízom benne, hogy ez valóban, ez az ütemtervez majd valóban tartható is lesz, hiszen már azért régóta, lassan egy éve várják a gazdák azt, hogy megszülessenek ezek az eredmények. A közbenső szervezeti tevékenységet ugye eddig a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal látta el. Ez a hivatal most már ugye megszűnt, de a munka tovább folytatódik a megyei kormányhivatalokban és az állam. Ők végzik azt a feldolgozói munkát, amelynek segítségével, ha végeznek ezzel, akkor majd a projektértékelést a miniszterelnökség el tudja végezni. Tehát jelenleg még ez a folyamat zajlik, lezárulnak majd a hiánypótlások, lezárulnak az egyéb dokumentációknak a feldolgozásai, és utána a tavasz folyamán majd ütemezetten, áprilistól kezdve folyamatosan fogjuk tudni majd hirdetni a pályázati eredményeket.